Az idei első haltelepítés a Holt-Tiszán. A hagyományoknak megfelelően az első pontyot a polgármester helyezte a vízbe, ezt még több ezer követte. Ebben a tartályban 6 mázsahal van, ponty. Pontyot telepítünk, 3 nyarasat. Ez ilyen 1,50-3,5 kilósig. Kedvcsináló, szezonnyitó haltelepítés, melyet még több követ az idén. A mostani nagyobb méretű halak után kisebbek, kétnyarasak és előnevelt ragadozók is kerülnek majd a holtákba. A tavaszi időszakban 2 hetente fogunk telepítést végezni, utána lesz egy nyárközepi telepítés, ami majd leginkább azért az idegenforgalomnak és az ide látogató horgászoknak szól, illetve az őszi alaptelepítés, ami már az ivadékból fog történni, tehát az akkora kisebb méretű korosztályokat, amik már a következő évben viszont már majdnem fogható méretűek lesznek, és tudják a horgászok kifogni. Az elmúlt évek telepítései eredményesek voltak, mondja a szakember, hiszen az idén leadott fogási naplókban már megmutatkozik a ponty és amúrfogás. Mondi Józsefék évtizedek óta horgásznak a Holt-Tiszán, tapasztalatuk szerint évről évre javul a fogási eredmény. Nekem a tapasztalatom az, hogy ha haltelepítés van, utána 1-2 óra hosszával lehet szépeket fogni. Tavaly is voltam itt a haltelepítésen, akkor is fogtam elég szépeket, úgyhogy változó. Hát ez horgásza is válogatja, hogy kinek milyen szerelése van, vastagabb, vékonyabb, milyen etetőanyagot szeret begyúrni, és akkor ez mind annak a függvénye, hogy tud horgászni. A szakemberek odafigyelnek a törpeharcsa gyérítésre is. Nyár elejére ökológiai horgászversenyt szerveznek, ez kifejezetten a töpik fogását célozza meg, de halászati törpeharcsa csapdák telepítését is tervezik.